Füzes Abonyban egy évben 4 alkalommal van lehetőség vért adni a Vöröskereszt területi szervezet által szervezett véradásokon. Idén viszont a jótékonyság jegyében a Füzes Abonyi Média Kft. Kezdeményezésére és az Országos Vérellátó Szolgálat támogatásával első alkalommal szervezték meg az egész napos adventi véradást. Az ötletet az adta, hogy hát ha advent, akkor jótékonyság, és akkor mi a legnagyobb adomány az élet, és az életről beszélünk, akkor a vér. Úgyhogy egy elég nagy kampányt tettünk bele a mai véradásba, és reméljük, hogy a kitűzött cél, tehát hogy egy 150-200 donor megjelenik. A véradás iránt már a délelőtti órákon is nagy volt az érdeklődés. Párkányi István rendszeresen jelentkezik donornak, már közel 50-szer adott vért. Én a főiskolán kezdtem el vért adni. Fontosnak tartom, hiszen ugyanúgy nekünk is, vagy szeretteinknek is szüksége lehet vérre. Tű alá tartotta a karját a Füzes Abonyban rekorder véradónak számító Járdán Tibor is, akinek ez volt a 120. véradása. Maga az, hogy nagyon sok rászoruló van, de ez a borzasztó, hogy számtalan olyan esetről hallottam már, hogy műtétre elő van jegyezve a páciens, és akkor a hozzátartozókat biztatják arra, hogy szerezzenek olyan vércsoportú szemét, aki tud irányított véradást adni. A tél beköszöntével egyre nagyobb szükség van a vérkészletek feltöltésére, mondta a Vöröskereszt területi vezetője. A tél az mindig egy kritikus időszak, sok a baleset, és akkor ilyenkor több vérre van szükség. Van olyan, hogy a donorok kapnak Egerből SMS-t, hogy jelenjenek meg véradáson, ami azt jelenti, hogy nincs az OVS-nél benn vérkészlet, és akkor ugye mindig hívják a donorokat. Az első adventi véradáson 123-an adtak vért. Az önzetlen cselekedet mellett lehetőség volt a donoroknak az egészségükre még jobban odafigyelni. Az egészségfejlesztési iroda szűrővizsgálatokkal volt jelen, míg a 40 év feletti férfi donorok kérhették a PSA szűrést. A véradásba egy kis izgalom is fegyült a nap során a többször ismétlődő tombola húzással.